Nem csak külsejében, de szolgáltatásaiban is újjászületett a Hadik kávéház a Bartók Béla úton. Ennek a megújulásnak a kezdetét rögtön egy különleges hangulatú utcabálal ünnepelték, amikor a Gárdonyi térre kilépve, ott színpadot építve, remek fellépőkkel szórakoztatták az új célközönséget, a fiatalokat. Azon gondolkoztunk tavaly óta, hogy egy kicsit hozzányúlunk a Hadikhoz, mert azt láttuk, hogy a Szatyor, ami a szomszédja, sokkal jobban megtelik napközben és este is. Nagyon szerettük a Hadikot is, és voltak törzsvendégeink, de azt láttuk, hogy valahogy így billeg a pálya, és nem ugyanaz az élet költözött vissza. Rájöttünk, hogy ha csak a külcsényt utánozzuk, vagy próbáljuk meg a Hadikból átvenni, szerveztünk programokat is, de aki csak hétköznap bejön, ugye azt látta, hogy hát ez bizony, ez egy olyan hely, mintha egy kicsit múzeum lenne, és akkor itt viselkedni kell. Hát mi nem szeretnénk, hogy az emberek azt érezzék, hogy itt viselkedni kell. Az önkormányzattal megbeszéltük, hogy változtatnánk a dekoráción, kicsit lazítanánk a programokon, az arculaton, és így készült el az új Hadik. A nagymúltú vendéglátóhelye jelenlegi gazdái megtartva a régi hagyomány értékeit, most azon igyekeznek, hogy a 30-asok korosztályából még több törzs vendéget nyerjenek. Vagyok, hogy itt vagyunk, mert ha esik, ha fúj a szél, ha tavasz van, ha tél, mi nagyon sokszor járunk ide a Hadikba, a zenekari megbeszéléseknek a nagy részét itt tartjuk, és nagyon szeretjük ezt a helyet. 5-6 alkalommal próbáltunk erre az alkalomra, és mindig másképp játszottunk. Egy teljesen másfajta koncertet követelez tőlünk. Sokkal spontánabbat, sokkal közelibbet, sokkal interaktívabbat. Nagyon nagy célunk volt, hogy egy kicsit fiatalosítsuk a kávéházat, hogy ugye az 5 éves Hadik irodalmi szalon mellett legyen egy fiataloknak szóló irodalmi program is. Závada Peti és Sima Marci volt ebben a segítségemre, velük megalapítottuk a Vadászszezon nevű Slam Poetry bajnokságot, aminek már a második szezonja indult el pont tegnap. Decemberig megvannak a dátumok, és minden hónapban találkozhatunk. És jövő hét szombattal kezdik az irodalmi bráncsunk is, ami szombat délelőttönként lesz, és mindig egy íróval fogunk beszélgetni és reggelizni együtt. A történelmi jelentőségű vendéglátóhely egyre nagyobb szerepet kap a kerület kulturális életében, hiszen a kulturális városközpont origójában található, és eddigi program kínálatából is egyre több törzs vendéget szerzett magának az elmúlt években. Most abban reménykedem, hogy ez az élet, amit karintiek úgy neveztek, hogy a Hadik szelleme, hogy az újra itt most elkezd rezsegni, és mindenki szeretni fogja ezt a helyet. A megújulásról és a történelmi múltról az Új Buda Televízió Helyi Érték című magazin műsora részletesen is beszámol majd szeptember 3. hetében.